Rákosmente önkormányzata sikerrel szerepelt a Rákosmenti Krízistömb Rehabilitáció 2016 elnevezésű pályázaton, így az elnyert több mint 1,5 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően, melyet a helyhatóság további 111 millió forint önrészsel egészített ki, jelentős mértékű fejlesztés indult el a Pesti út 27-29 szám alatti garzóházakban és azok közvetlen környezetében. Mindemellett a projekt olyan elemeket is magába foglalt, amelyek elsősorban az akcióterületen élőknek kínált kulturális, sport és szórakozási lehetőségeket. Ennek részeként valósult meg az érintett lakóépületek közötti zöld területen október 29-én a Tökvicsori Fesztivál, amely által a régi magyar tökfaragó hagyományok újfent megelevenedtek. Amint azt a rendezvény megvalósítói kiemelték, az egésznapos program összeállításakor szempont volt, hogy minden korosztály megtalálja a számára ideálisat, valamint, hogy minél többen megismerjék az ingatlanok előtti borsókertet, amelynek megművelése közösségépítő hatással van az ott lakókra. A borsókertet egy éve indítottuk el. Ahogy mindig mondtam, hogy én kicsit szkeptikusan álltam hozzá, mert nem hittem, hogy valami csoda lesz belőle. Olyan csoda lett belőle, hogy augusztus 20-án már díszoklevelet kapott a kert. És a mai programunkkal, amiért beléptünk, a természetesen ugye részese vagyunk az egész rehabilitációs programnak, próbálunk még tovább kedvet csinálni annak, hogy jelentkezzenek. A szervezők az esemény ideje alatt kreatív foglalkozásokkal várták a látogatókat. Rendeztek tökfaragó és sütikészítő versenyt, felállítottak óriási ugrálóvárat, létrehoztak egy kerékpáros akadálypályát a 17. kerületi rendőrkapitányság jóvoltából. Voltak gasztronómiai különlegességek, középkori játékok, de az íjászatot is kipróbálhatták az érdeklődők. Mindeközben a színpadon bemutatkozott a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Piccolino nevű formációja, majd a legkisebbek örömére kalapjakabb interaktív előadása következett. Kalapjakab kitért rá. Fontos, hogy a fellépések alkalmával bevonja a gyerekeket a produkcióba, amely azért működik könnyedén, mivel ő maga is édesapa. Jó magam egy 5 gyerekes apuka vagyok. A nagyfiam, akivel együtt zenélünk, ő neki jelen pillanatban már 4 gyereke van, és akkor ugye ezt ugye évtizedek óta gyakoroljuk ezt, hogy a gyerekekkel való bánásmód, vagy a gyerekeknek a figyelmének a felkeltése. Tehát, mint gyakorló apuka, én úgy is szoktam megfogalmazni egyébként, hogy én csak egy apuka vagyok, aki énekelek a gyerekeknek, és semmi több. És próbáljuk ezt a színpadra vinni. Mint hogyha otthon lennénk a nagyszobába, és akik ott vannak, azoknak játszunk, csak itt most pont többen voltak, ennyi a különbség. A gyermekműsor után a tökfaragók közül a legügyesebbeknek értékes ajándékokat adtak át, majd a Joy Dance Tánciskola növendékeinek bemutatkozójával folytatódott a rendezvény. Az esti jó hangulatról a Tonic együttes gondoskodott. A zenekar jól ismert, pörgős dalfeldolgozásokkal érkezett. Ezt követően dr. Füzesi Péter alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, és összegezte, hogy mely fejlesztések valósultak meg a városrehabilitációs programnak köszönhetően. Az önkormányzattal igyekszünk minden olyan pályázaton részt venni, ahol egy kicsit Rákosmente környezetét tudjuk fejleszteni. És hál' Istennek és az önkormányzati munkatársainknak sikerült részt venni és nyerni is egy olyan pályázaton, ahol itt ezt a környéket meg tudtuk újítani. Egyrészt a Pesti út 27 és 29 szám alatti épületeknek teljes energetikai korszerűsítést tudtunk véghez vinni, amely ebben a mostani energiaválságos időkben nagyon fontos, hiszen ez a két épület most már kevesebb energiával tud működni. Ezen túl pedig létrehoztunk egy közösségi teret, amit itt láthatunk. Ennek a sport és rekreáció a lényege, valamint egy további közösségi kertet is. Ezen túl pedig megújítottuk az Újlak utcának egy részét, amit láthatnak, új parkolókat építettünk, új útburkolatot, padokat helyeztünk el, illetve új szemeteseket és egy-egy játszóteret. A Tökvicsori Fesztivál nevű esemény folyamot Dér Henik popzenei koncertje zárta le. Ennél szebbet jobban már nem is kaphatok, annyit mondhatok.